Szeretettel köszöntöm a nézőinket és hallgatóinkat, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. E heti vendégünk Singer Margit, a Sonnenberg Alapítvány elnöke. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, köszönjük, hogy eljöttél. Én köszönöm, hogy itt lehetek, és én is köszöntök mindenkit. Mi ez a Sonnenberg Alapítvány? Annyit talán tudnak néhányan, hogy egy szecessziós épület közösségi felújítására hoztátok létre. Igen, a férjemmel együtt, mert arról ábrándoztunk, hogy amit elvett tőlünk a házunktól a történelem, a hozzá nem értő kezek, azt mi szeretnénk visszakapni és visszaépíteni, és ennek ad formát a Sonnenberg Házért Alapítvány. Budapesten a 6. kerületben, a Munkácsi utcában található az épület, 32 lakás vagy ingatlan tulajdonossal, ha jól tudom, hogy körülbelül 34 ingatlan tulajdonossal, és ti is vettetek itt egy lakást egy nap, és aztán a többieknek azt mondtátok, hogy újítsuk fel közösen. Hogy történt ez? Hát számomra ez akkor egyértelmű volt, hogy ami kevés megmaradt, azok után, hogy 57-ben lerombolták a ház díszeit és levették a tetejét, megmaradtak a szobrok és az oszlopok, hogy legalább azt őrizzük meg. És nagyon rossz állapotban voltak, és én szerettem volna, ha vigyázunk arra, ami még van. De nagyon csodálkoztak, hogy mit akarok én. És gondolom, ez egy sok milliós költségű házfelújítást jelent. Kérdezgettük a korábbi vagy az ottani tulajdonosokat, hogy mennyibe kerülne, mert mindig azt mondták, hogy ugyan lehetetlen. És erre az volt a válasz, hogy csilliárdokban, és nem értettük, és kérdeztük, de mennyi az a csilliárd? Ó, nagyon sok, de kinek sok, mennyire sok? De erre nem kaptunk választ egészen addig, amíg nem kértünk be árajánlatokat a restaurálásra. Először az oszlopok, illetve a nőalakok restaurálását kellett elvégezni, mert annyira rossz állapotban voltak, hogy életveszélyesek voltak. Tehát bármikor leugorhattak volna onnan. Tehát akármennyire is az volt az álmom, hogy az 57-ben kalapáccsal kivert rót ablakokat vissza akarom Rót kapni. Ablakairól. Igen. Első körben azt kellett megmenteni, ami még megvolt, hogy ne romoljon tovább a végletekig. És tovább bonyolította a helyzetet, hogy voltak magántulajdonosok, és ha jól emlékszem, önkormányzati tulajdon is volt az épületben. 20%-ban önkormányzati tulajdon. Jelen esetben ez nem volt rossz, mert sikerült meggyőznöm az önkormányzat felelős embereit, hogy mentsük meg ezt, amit még lehet, és ők beálltak mellénk. Miért hívják Sonnenberg háznak ezt az épületet? Mesélj erről. Sonnenberg Imre építette 1904-ben a családjának. Akkoriban ez egy nagyon különleges épületnek számított, annyira, hogy fotó is készült róla, hál' Istennek, mert így láthatjuk, hogy milyen volt eredeti szépségében. Ez egy kereskedő család volt, és maguknak egy 600 négyzetméteres lakást építettek a magas földszinten, és fölötte két emeleten 300-300 négyzetméteres bérlakások épültek. Gyönyörű épület volt, szecessziós palota, csodaszép. Igen, a háborút is túlélte, de 1957-ben nekiálltak rombolni. Mi volt az oka, hogy elkezdték ezeket a díszeket? Hát nem volt divatos műfaj a szecesszió akkoriban. 57-et írunk, és a lakáshiányra hivatkozással levették a gyönyörű magas tetejét ennek az épületnek, gyönyörű zsolnai teteje volt, és hullámzó pártázata. Tényleg csodaszép volt, szerencsére láthatjuk a Mi képeken. Mi ez a hullámzó pártázat? A képeken talán látszik is majd. Majd azt megmutatom. A tető alatti sávot nevezik pártázatnak, ami tényleg egy ilyen dús és a szecesszió minden jegyét magában foglaló épületdíszsor volt. Gyönyörű. És ez ugye akkoriban nem nagyon volt kompatibilis a szocialista építészeti vagy művészeti elképzelésekkel, plusz ugye, hogy lakáshiány van, levették a tetőt, ráépítettek egy ronda, oda nem illő harmadik emeletet, majd befejezték ezt az épületet egy viszonylag kis dőlésszögű tetővel. Van teteje az épületnek, csak úgy néz ki, mintha nem lenne,
mert lentről nem látszik. Az épület arányait rontották el nagyon ezzel a ráépítéssel. És ha jól emlékszem, ott meg én is eljöttem, megnéztük, hogy ez a tetőtér ráépítés, a szükséges lépcső plusz lépcső miatt a gyönyörű nagy 12 négyzetméteres ablakot is tönkretette, vagy kiverték, megnehezítette. Kiverték a lapáccsal, és az új lépcső tartásához szükséges keresztgerendát, ezt így beépítették az ablak helyére. Hát akkor a Ruth Miksa által festett színes üvegablakot kalapáccsal kivertek, és akkor helyére került ez a... Hát egyrészt drótüvegek kerültek a drótüvegek helyére, ami borzalmas, nagyon ronda. Másrészt pedig ott van ez a gerenda, ami tartja a harmadik emeletre vezető lépcsőt. Mesélj még egy kicsit, menjünk vissza az elejére, hogy olyan kalandos volt, ahogy ez indult, amikor először találkoztunk, azt mesélted, hogy az első olyan lakógyűlés, ahol felhoztad a felújítás témáját, azt úgy történt, hogy meghívtad a lakókat a saját lakásotokba, és vettetek néhány üveg sört, üdítőt, meg pogácsát. Mesélj erről, hogy mit szóltak először a szomszédok ehhez az ötlethez? Hát már eleve az, hogy hozzátok a lakásotokban lesz a közgyűlés, és mondtuk, hogy igen, jó nagy, jó sok székünk van, és sütöttem kuglófot, megcsináltunk limonádét, és azért vittük oda a közgyűlést, mert korábban egy iskolában volt, mérsékelt érdeklődés mellett, de hozzá kell tennem, hogy elég sok indulat kíséretében zajlottak ezek a közgyűlések, és nagyon nem értettük, hogy egymás hátának óbégatnak az embereket. Milyen már ez? Ti ugye külföldön éltetek a férjeddel jó igen, pár éve, ezért is jöttünk. Volt furcsa talán. És eléggé ránk csodálkoztak, hogy akkor a lakásotokban, de azért kíváncsian jöttek, hogy akkor itt most mi lesz, mit akarnak ezek a belgák, ez volt a tekintetek mögött. És leültettük őket egymással szemközt, körben, és megkérdeztem tőlük, hogy mitől éreznék jobban otthon magukat ebben a házban. És mi volt a válasz? Drámai csönd. hogy mi? Mit akar ez a nő? És mondtam, hogy én örülnék, hogyha megismernétek egymást, megismernénk egymást, és biztos vannak olyan dolgok, amin lehetne javítani, amit komfortosabbá lehet tenni, és akkor az emberek jobban magukénak érzik ezt az egészet. És jött az első válasz, hogy a félemeleten a lengő ajtó nyikorog évek óta. Védé 40, befújtuk, kész, már nem nyikorog. A befújtuk, ez mit jelentette a férjeddel, vagy a többiekkel közösen? Nem, én befújtam, hogy őszinte legyek. Tehát, ha jól emlékszem, egy idő után bevontátok a többieket is ezekben a munkákban. Igen, készítettünk egy tervet, amiben leírtuk, hogy mennyi a csilliárd, tehát, hogy ami legsürgősebb, az mennyibe kerülne, illetve mit kell ahhoz tennünk, hogy a továbbiak is visszakerülhessenek. És ez egy értelmes terv volt. És látták, hogy ezt meg lehet csinálni, ha ezeket a lépéseket követjük. Más kérdés, hogy az első lépés az volt, hogy 100%-kal meg kell emelni a közös költséget. Ezt hogy sikerült elfogadtatni mindenkivel? Erre vagyok a legbüszkébb egyébként, mert 73%-os részvétel mellett 100%-ban megszavazták. Ez Budapest történetében még nem fordult elő állítólag, nem tudom, mert az összes közgyűlésen nem voltam, de számomra ez azt mutatta, hogy az emberek nem érzéketlenek. Ha van egy értelmes terv, és van valaki, aki üti a vasat, akkor beállnak mellé, tehát hogy akkor tudják magukénak érezni. Ti és akkor már megmutattátok a terveket, igen. És valószínű bíztak bennetek, és ezekben a tervekben. Igen, addigra már látták, hogy az történik, amiről beszélünk, hogy azt csináljuk, amit mondtunk, hogy létrehoztuk ezt az alapítványt, ahol kikötés volt, hogy fizetést nem lehet adni. Itt csak ingyen lehet dolgozni, mert nem szerettük volna, hogyha az jön vissza, hogy csináltam magamnak egy kifizető helyet, vagy egy munkahelyet.
Úgyhogy itt csak ingyen lehet dolgozni. És azért kellett az alapítvány, hogy tudjatok pályázni és indulni pályázatokon. Igen, igen, ez nagyon fontos volt, hogy adjunk egy formát annak, amit csinálunk. Mert azt reméltem, hogy ha az emberek megismerik ezt a civil kezdeményezést, látják, hogy ez nem politika, hogy ez nem véres, hogy ez nem egymást utáló történet, hanem egy jobbító szándékú civil kezdeményezést, akkor majd beállnak mellénk. És tényleg. És ez megtörtént. Igen, igen. Milyen volt az első olyan alkalom, amikor együtt dolgoztatok valami, mert volt olyasmi is, ugye azt hiszem a növényekkel is foglalkoztatok, vagy talán a külső dekorációt tisztítottátok, meg nem emlékszem, de úgy emlékszem, hogy volt olyan, hogy többen beszálltak a munkába, hogy ez milyen volt, mit csináltatok? Hívtunk egy vállalkozót, és megkértünk egy árajánlatot, vagy kikértünk egy árajánlatot, hogy mennyiért takarítaná ki a pincét. Mert ott évtizedes cókmókok voltak, már rég elköltözött a tulaj, de ott hagyták, és nagyon rendetlen volt, és senki se tudta, hogy ki, melyik kié. És 300 ezer forintot kért a vállalkozó azért, hogy kihordja utcára a cuccokat lomtalanításkor, és én mondtam, hogy egy sváb asszony nem fizet ennyi pénzt, majd mi megcsináljuk. És a vállalkozó mondta, hogy nem fog, senki nem fog segíteni. De jöttek, látták, hogy mi elkezdtük a férjemmel, mi voltunk a legidősebbek, de nekiálltunk, és akkor elkezdtek szivárogni az emberek, és kitakarítottuk a pincét. Mindenkinek a sajátját kellett, gondolom, nem? Vagy ez nem, hanem van, ott hogy... voltak ilyen elhagyott részlegek. Aha. Is, amit már rég elköltöztek, ott volt ez a sok cucc, egy csomó minden, vicik, vacak, és ezeket kihordtuk, és közben jókat rögtünk, meg és utána... És látták a többiek akkor, és látták, igen, hogy ennek van értelme, és egy ilyen csapatépítő tréningé vált. Most divatos szó. És utána a teraszunkon beszélgettünk a házról, hogy mit szeretnénk, hogy hogyan lehetne jobbítani, mennyi a csilliárd, mit kéne ahhoz tennünk nekünk, hogy ez létrejöjjön. Mert nekem volt egy kikötésem, hogy mielőtt bárhonnan kérünk, bele kell tenni a magunkét, hogy lássák, hogy nem csak kinyújtott kezünk van, munkában és pénzben is. Munkában és pénzben is. Mert én mondtam, hogy én addig nem fogok kuncsorogni sehol, amíg mi nem csinálunk meg mindent, amit mi meg tudunk csinálni. És mert ez megvalósult, sikerül? Igen, és akkor leszünk jogosultak mások segítségére, ha látják az emberek, hogy mi nem várjuk az ingyen sült galambot, vagy hanem most egy rossz meghatározás volt, de hogy teszünk érte. Megkérdezhetem, hogy mennyi pénzt sikerült összeszednetek, akár úgy, hogy magatok, akár a pályázaton, vagy mennyibe került eddig, ha szabad? Szabad, csak kérdezni. Nem tudok pontos összeget, de valahol olyan, hát most van egy 15 milliós projektünk, a nagy ablak, előzőleg másik körülbelül 10 millió. Hát és mondjuk erre a nagy ablakra 15 millió forintot, hogy tudtátok összeszedni ennek? Mekkora része az, amit az ott lakók adtak össze, mekkora része az, amit valamilyen formában pályázaton vagy adományként kaptatok? Hát pályáztunk az önkormányzatnál, onnan kaptunk azt hiszem 4,2 millió forintot, és én mindent megpróbálok, tényleg. Mit jelent ez a minden? Hát például azt, hogy kinyitom a házat, és akkor a kulturális örökségnapokon például jöttek, csak két nappal előtte tudtam meg, hogy lesz ez a rendezvény, de gyorsan beregisztráltam, és gondoltam, hogy hát egy kevesen majd csak eljönnek. Hát több mint 250-en voltak aznap a házunkban. Több turnusban meséltem az embereknek erről, hogy itt mi történik. És az emberek szomjazzák a jó történeteket. Érdekelte a látogatókat. Igen, vagy? Nagyon. És akkor azt meg milyen jó volt látni, hogy jött 2000 forint Marika néni, nem tudom ki ő. Vagy jött 40 ezer forint, vagy az egyik tulajdonos társ fizetett 1 millió forintot, és idegenek is betársultak az alapítvány, mert látták, hogy átláthatóak vagyunk, hogy ez az alapítvány, ez nem olyan alapítvány, hanem egy tiszta projekt, és hogy ez adja a formát ahhoz, hogy ez valóra válhasson. Hát akkor ez nagyszerű bátorítást jelentett számotokra, hát igen, ugye? És a ház beletett 10 millió forintot.
Ez azt jelenti, hogy a lakók összeadtak? Igen, nem összeadtak, hanem ez gyűlt ilyen felújítási alap, fundamentál, és megszavazták, hogy igen, akkor ezt erre fordíthatjuk. Akkor ez egy komoly összeg. A nagy összeget, igen, a házbeliek adták össze. Mi volt a legnagyobb nehézség számotokra, amikor ebbe belevágtatok? Számomra nagyon furcsa volt, hogy az emberek nem nagyon ismerik egymást. Ez volt az egyik. Én falun nőttem föl, és ott szokás volt köszönni mindenkinek, akit annyira nem is ismertünk annak is. Hát itt Pesten ez nem egészen így nézett ki az elején. Most már mindenki ismeri a másikat. Ez volt az egyik problémás dolog. A másik, ami engem rendkívüli módon zavart, hogy az emberek érdeklődése véget ért a saját küszöbüknél, és nem értettem, hogy a lépcső miért nem érdekli, vagy a kert, vagy a kerítés, mert hát az is az övé. Hogy tapasztaltad ezt meg? Felvetettél egy ilyen témát is, akkor közönnyel találkoztál? Hát az elején igen. Hogy mondjuk fel kellene újítani a kerítést, hát igen, vagy a lépcsőházat, és azt mondták, hogy minek? Hogy minek, meg hogy az sokba kerül, és különben is itt megállt az idő, ez a kedvenc mondásom volt, és akkor bejelentettem egy következő közgyűlésen, hogy nem állt meg az idő. Azért is folytatódik. És ami sokat lendített rajtuk, hogy elhívtam egy művészettörténészt egy közgyűlés utánra, és tartott egy órás előadást a házunkról. Ez egy nagyon erős fordulat volt, mert egy csomóan nem érdeklődtek, nem tudták, hogy ez miért értékes, hogy ott azok a megmaradt díszek, miért különlegesek, nem tudták, ki tervezte az épületet. Az ember maga elé képzeli, hogy megjön az ember a szatyrokkal a piacról, akkor nem az érdekli, hogy a kovácsolt vas milyen szuper ott a lépcsőn. De amikor a művészettörténész erről mesélt nekik, akkor utána rengeteg kérdést kapott. És elkezdték értékelni azt, amiben élünk. Ez nagyon fontos fordulatot jelentett. És ez ott nálatok volt a lakásban, hát ugye? Hát mindig ott van nálunk a közgyűlés, igen. Hány ember jön ilyenkor össze? Nagyon magas a részvételi arány. 73-74-78%-os szokott lenni. Ez hány ember kell? Nem azt jelenti, hogy annyian vagyunk, hanem képviseltetik magukat. De ami nagyon jó benne, hogy utána ők ott maradnak és beszélgetnek, és már tudják, hogy kinek született gyereke, kinek tört el a nagymama lába, vagy a nagymamának a lába, vagy a parkolóval mit kéne csinálni, mert most még a parkoló projekt is ott van, és amikor valaki ismeri a másikat, akkor csökkennek a fenntartásai. Ezt én látom más területeken is, hogy az előítéleteinket a megismerés bontja le. Tehát, hogy ez egy közösséget is épített, igen. És nem is csak a közösséget, hanem talán a lakók emberi igen. magatartását igen. is kicsit megváltoztatta. Nekem ez nagyon, nagyon tetszett. Uh-huh. Az volt az első, igen, hogy hát ott voltak, ugye beszélgettek, akkor másnap már köszönnek a lépcsőházban, mert egy kicsit már ismerik egymást, és ez ugye 2016 óta tart. Tehát most meg már tényleg sok minden történt. Tehát ez volt az egyik első nehézség, hogy az emberi kapcsolatok. Igen. Mi volt még, amivel kicsit nehezebb volt megküzdenetek? Vagy hát nem a pénz. Hát ezek nagyon drága dolgok. Ja, és még valami, a rótüvegek. Hát ugye kalapáccsal kiverték, és kész, akkor már csak drótüvegek vannak, és én a fejembe vettem, hogy ezt vissza akarom kapni. Az ablakok egy része megvan még, ugye? Nincs. Az mind az úgy került oda? Mindent kikalapáltak, és már megvan, mert hát két és fél év kutató munkával megtaláltuk az eredeti rót terveket. Csodával határos volt, ahogy a mozaik összeállt, hogy hol lehetnek ezek, és megvolt magángyűjtőnél, és ezért most már lehet rekonstruálni. És amik ott ragyognak, mert hogy nem titok, már három ablak elkészült a négyből, ezek rót tervei, de Fűri Judit restaurátor munkái. Tehát ez már a közös munkátok eredménye, igen, amit ott láthatunk. Ez ott van, erre mondom azt, hogy nem állt meg az idő, és hogy
én egy konok ember vagyok, hogy annyira nehezemre esik elfogadni, hogy elveszett, és már nincs, és 65 éve nincsenek ott a rót ablakok. És én nem korlátozom magam azzal, hogy nem lehet. Próbáltál hogy, utána menni, és... Igen, és igen, és hogy miért, hogyan lehet engem, a nem érdekel. Az érdekel, hogy hogyan lehet. Én nem teljesen idegen terep neked azért ennek a háznak a felújítása. Egy picit mesélj magadról is, hogy cseppentél ebbe bele. Egyrészt mikor mentél el Magyarországra? Hány évvel ezelőtt? 2006-ban. Uh-huh. 2006 elején mentem el Magyarországról. Aztán visszajártunk mi a férjemmel, hiszen Belgiumban éltetek. Belgiumban, igen. Családi kötelékek fűztek ide, meg barátok. És aztán valaki ajánlott egy lakást, hogy vegyünk egy lakást, mert hogy sokat jövünk, és ne kelljen szállodába menni, és milyen jó lepukkant lakás volt. És azt felújítottuk a magunk elképzelései alapján, amely elképzelések azért erősen különböztek az akkori magyar lakberendezési trendektől, de hát magunknak csináltuk. De hirtelen valaki nagyon meg akarta venni. És akkor 4 nap múlva vettünk egy másik putrit, és rájöttünk, hogy számunkra ez örömforrás, hogy valamit újra alkotunk, és így körbe laktuk Budapestet. De te tanultál is hasonló dolgot, nem tudom, igen. Pontosan, ha jól emlékszem, ugye a Momén is végezti. Hát eredetileg ott, biológus vagy, ugye? Hát eredetileg művészeti középiskolába jártam, igen, kerámia szakra, aztán volt egy nagy ugrás, és akkor biológia tanár lettem, biológia technika szakos, tanítottam is jó pár évig, aztán visszamentem a Moméra, ott art design szakon másoddiplomát szereztem, és mindig is ilyen művészet közeli dolgokkal szerettem foglalkozni. Úgyhogy ez nekem úgy adódott, hogy észrevegyem, hogy milyen szép lehetne ez a ház újra. És már a férjeden nyugdíjasok voltatok akkor, amikor ezt elkezdtétek? Igen, hát amikor ő nyugdíjba ment, akkor kitaláltuk magunknak, hogy nincs nagy kedvünk nyugdíjas klubba menni, kártyázni, nincs semmi baj ezzel, aki ezt csinálja, csak mi nagyon aktívak voltunk, és mi még alkotni akartunk valamit, létrehozni, örömjátékot játszani. És ezek a lakások, ezek voltak, mi ezt felújítottuk, beköltöztünk, kipróbáltuk, hogy milyen, ha volt hiba, kijavítottuk, majd egy idő után eladtuk, s vettünk egy másikat, és újra kezdtük. Ez a legtöbb embernek hátborzongató a lakásfelújítás, de mi élveztük. És ha jól tudom, több alkalommal nagy lakberendezési újság szaklapokba is bekerültetek, hát, ugye? Igen, sok helyen. Ez nagyon nagy meglepetés volt számunkra, mert az internet világában bekerül egy-egy lakás egy nagy szájtra, és onnan szedik le a szerkesztők a számukra érdekes lakásokat, és hát az egyik az világszerte 38 magazinban jelent meg, 4 címlap lett belőle, és nem győztünk csodálkozni. És interjút kértek tőlünk, és kérdezték, hogy ki az ilyen igazgató, meg az olyan művészeti vezető, és mi csak kacagtunk, mondtuk, hogy hát itt nincsenek ilyenek, itt 2 nyugdíjas van, akik ezt élvezik. Milyen tanácsot adnál, ha valaki hasonló projektbe vágna egy társasház közös felújításába? Mi az, amit másképp csinálnál, mint ahogy ti csináltátok, vagy mire figyeljenek különösen? Azt hiszem, ugyanígy csinálnám, az emberekkel kezdeném. Mert mindaddig, amíg gyanakodva nézik a másikat, hogy mit akar, addig megpróbálják lehúzni. De amikor látják, hogy ez jó, és értük is van, akkor jó esetben beállnak mögé. Tehát először az emberekkel kell kezdeni, nem az épülettel, hanem hogy őket meggyőzze az ember. Köszönöm nagyon a beszélgetést. Van-e valami, amiről nem beszéltünk, de még szívesen említenéd, hogy fontos lenne elmondani ehhez kapcsolódóan? Számomra fontos lenne talán az, hogy most már majdnem célba értünk.
felújítottuk a szobrokat, az oszlopokat, a kaput, már visszakerült 3 ablak a 4-ből, és most dolgozik az üvegművész a 4. ablakon, ez 12 négyzetméter. És ha bárki segíteni szeretne ebben, meglátja benne a jót, akkor azt örömmel fogadná az Onnenberg-házért alapítvány. Rendben, hát nagyon köszönöm, hogy eljöttél és meséltél erről. Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Köszönjük szépen a figyelmet önöknek. Viszontlátásra.